A vasárnapi választás tétje, hogy háború lesz-e vagy béke, ezt mondta a Győr Plusznak Simor Róbert Balázs. Az országgyűlési képviselő kiemelte, ha a Fidesz-KDNP győz, kimaradunk a háborúból, de ha a baloldal, akkor belesodródunk abba. Győr számára is létfontosságú a voksolás kimenetele. A választások tétje vasárnap háború vagy béke, fejlődés vagy megtorpanás. Hogyha az elmúlt időszakra visszatekintek Győr és térsége esetében, most már több mint 10 éve egyértelműen a fejlődésről beszélhetünk, az egyén, a lakosság szintjén és a gazdasági társaságok, az önkormányzat, az egyetem, az intézmények és az egyházak szintjén is. Ezt szeretnénk folytatni a következő időszakban. A feladatra készen állok, 8 éve vagyok a parlamenti képviselője Győr egyes számú körzetnek, és 16 éve tevékenykedem a politikában. Én úgy gondolom, hogy kellő gyakorlattal, ismerettel, illetve kapcsolatrendszerrel rendelkezem ahhoz, hogy április 3-a után ezt a munkát ugyanazzal a lendülettel, elkötelezettséggel a győriek és a térségben élők javára tudjam folytatni. Erre készen állok. Az elmúlt hetekben sok ezer emberrel találkozott és beszélt a képviselő, ahogy azt a kampány elején megígérte. Simor Róbert Balázs bizakodó a vasárnapi voksolással kapcsolatban, legalább 25 ezer szavazatot szeretne szerezni és újra bekerülni a parlamentbe. Az elmúlt másfél év a kampányról szólt, a munkatársaimmal összeállítottuk a csapatot, meghatároztuk a feladatokat és elvégeztük azt a munkát, ami a győzelemhez szükséges. Mintegy 25 ezer szavazatra számítok, több mint 20 ezer háztartásba jutottunk el személyesen az elmúlt időszakban. Telefonon, illetve levélben keressük meg a választóinkat. Ez zajlik most már hetek óta. Abszolút pozitívak a visszajelzések, támogatnak, nem csak engem, hanem a Fideszt természetesen, és ennek csak az lehet az eredménye, hogy győzni fogunk április 3-án. A vasárnapi parlamenti választáson a Győr Plusz stábja is ott lesznek és forgatnak, a rádióban és az online-on folyamatosan, a televízióban pedig hétfőn számolunk majd be a fejleményekről és a végeredményről.